eljött az újabb edzés. Nem véletlenül ülök itt a szokpadon. Egy rendhagyó edzéssel fogunk jelentkezni. A nagy titkaimat le fogom leplezni. Egy rendhagyó karedzést fogok megmutatni. Egy erős ember karedzést, ahogy én csinálom. Nektek rendhagyó lesz, ez biztos. Én 10 éve csinálom, nekem nem olyan rendhagyó. Az a lényeg, hogy erős ember karedzés, tehát ugyanazok a elvek szerint fogok edzeni, A-ból B-be a súly, nem koncentrált edzés, nem arról fog szólni, hogy bedurranjak, mert ugye nálunk az a végét jelent egy gyakorlatnak, nem szabad bedurranni. Az a lényeg, hogy minél nagyobb súlyjal tudjam dolgozni, a karomat minél nagyobb súlyjal tudjam leterhelni. Nem baj, ha bekapcsolódik az első vál, nem baj, ha kicsit derékból bele fogok húzni, teljesen mindegy, a súly mozogjon és maximálisan érvényes. Én 10 éve így csinálom, hát hogy mondjam, nem nagyon szokott bedurranni a karom, de azért 50-es fölött van valamivel, majd megmérjük. A lényeg az az, hogy... A maximális erőnövelés a lényeg. A maximális erőnövelés, nem a külsejére edzek, hogy szép legyen, bedurranjon, erezet legyen, hanem arra, hogy a francia rúddal állva, vagy itt ülve minél nagyobb súlyat tudjak dolgozni. Ezzel azt akarom ugye elérni, hogy a versenyeket, bármilyen tárgyat kell emelni, fölvenni, akkor az ne okozzon gondot. Sok versenyző elvérzik például egy röng nyomásnál, meg sem tudja próbálni a nyomás részét, mert nem bírja merre venni. Tehát egy 160-180 kilós röngöt is felvenni, vagy egy bödönt emelni, egy 160 kilós bödönt melkosan cipelni 40 méterre, az bizony karból kell tartani, bicepsből, hogy senki nem fog érdekelni, hogy a tükör előtt kinek milyen szép a karja, hanem az számít, hogy a funkcióját el tudja látni, tehát azt a nehéz tárgyat el tud vinni, tud tartani, ne az legyen, hogy jaj, hát nekem fáj, meg meghúzódik. Elmondom az elején is, de majd közben is, meg a végén is, ne próbáljátok ki. Csúlya sérüléseket össze lehet szedni, nekem is mondták már. Meg nyilván te se így kezdted azért a karedzéseket. Én se így kezdtem, persze, a kis rigó koromban én is szépen tükörelem. Klasszikus buddy. 4x12 vagy, de ez kialakult ösztönösen, meg genetikailag nekem erős a karom, és soha nem volt semmilyen sérülés, húzódás se. Tehát én olyan súlyokat fogok most itt megmutatni, meg olyanokat fogok erőltetni, hogy... Amikkel sokan még googolni se tudnak. Amikkel sokan googolni se tudnak, meg én tudom, hogy hogy kell csinálni. Igen. Tehát hangsúlyozom 10 éve, tehát olyan tapasztalat van benne, hogy annyira tudom érzésből csinálni, hogy ki tudom kerülni a sérülést, nem lesz vele semmi baj. Meg egyébként annak ellenére, hogy kívülről nézve lehet, hogy ilyen koncentrálatlan rángatásnak tűnik, de belülről az... Tehát megmutatom, itt a squatpadon például fel fogunk menni valószínűleg 150 kilóig, vagy még fölé. És nem tudod megkerülni, ne dolgozzon a karod, mert 100% fölötti a terhelés, tehát 100%-ba kell neki dolgozni, hogy túléld. Érti? Állva fogok indítani, álló biceps, francia rúddal, nyújtott karállásból A, a B ide állik. Tízesével megyünk föl, meglátjuk. Nézzük. Soha ne bicepszezzetek ugye kugoló keretbe, az van megmondva. Kivéve akkor, hogy akkor a súlyra tudtok bicepszezni, mint más nem tud kugolni. Sok. Kellemetlen helyzetbe tudom hozni én is itt a pácienseket, mikor kugolnak, és hogy jövök, hogy beszállik bicepszezni, hogy akkor vegyük le. Szoktam mondani, hogy ez a 100-110 kg az jó nekem bicepsre. Ilyen szempontból megférjük egymás öltött. Kicsit leengedezem, hogy éledjenek fel a rostok. Aztán itt fogok indítani. Nem ugrálunk, tehát azért, mert fel fogok tudni rántani egy aránylag nagy súlyt, az nem azt jelenti, hogy 3 lépésből én 100 kg leszek. Tehát a fokozatosság ugyanúgy, tehát 10 kg, 13 kg üresen a rúd, és akkor 5-ös, 23, 33, 43, 10-esével. Tehát nem kapkodunk, nem ugrálunk sehova. Ennyi volt
állót felmentem 113-ig, és akkor most folytatom 113-tól, tehát 123-ról indulok majd itt Scott Padon, és akkor itt felmegyünk egészen ilyen egyismétléses maxig, meg negatív ismétlésig is, amit egyébként már nem bírnék behúzni teljesen. Meglátjuk, mennyi lesz. Egyébként ez a negatív ismétlésekről biztos hallott már mindenki. Általában legjobban fekvőnyomásnál alkalmazzák, hogy egy olyan súlyba nyom az illető, amit már nem bírnak így nyomni, és segítséggel nyom bele 2-3 vagy 5. Nem biztos, hogy valakinek ez így jó lenne, vagy lehet valaki megsérül. Nálam ez dobált az évek alatt. De amit már mondtam is, azért ezt 10 éve csinálom így. Okay. A lassú, koncentrált negatív szakaszban ugyebár sokkal nagyobb erőt lehet kifejteni, mint a pozitívba. Persze, tehát itt majd a nagyobb súlynál úgyis az lesz, hogy gyakorlatilag ellen tartok neki, hogy ahogy megy le, ugye tartom. Jó, majd meglátjátok, kezdjük! Nem életedbe először csináltad volna ezt a gyakorlatot, lehet menne jobban is. Adott 8-at írtam volna. Lehet. Yes. Hát ennyi volt a mai edzés. Ezt akartam megmutatni. Ezt a két fő biceps gyakorlatot. Egykezesen én nem szoktam dolgozni. 45 kg legnagyobb egykezesünk. Az egykezesen nem edzek. Így rúgdal szoktam. Nem minden héten így csinálom. Tehát van olyan hét, hogy mit tudom én, csak 100 kg-ig megyek fel. Van olyan hét, hogy még nagyobb súlyra, mint most. Ez most egy ilyen köztes volt, hogy mutattam a álló bicepszezést is, meg a francia, vagy a szottadósat. Ez egy ilyen átmenet volt. Még egyszer mondom, hogy ne próbáljátok ki. Tehát nem, hogy ez legyen, hogy valakire úgy, mint rám, hogy rám teszik a 140-150 kilót, az már nagyon súlyos sérülés lehet. Tehát, hogy a Krisztián nem állott, meg nem szakszerűen figyel, hogy évek óta csináljuk, tehát ez megszalad lefele, azonnal leszetett mind a két bicepszem. Tehát itt kell egy bizalmi dolog is, meg hogy tudjuk, hogy milyen céllal, hogy végzi a másik, hogy mit szeretne csinálni. Tehát itt azért ismerni kell a másikat. És mit akartam még mondani? Hogy kaptunk olyan kérdést is, az privát üzenetben, hogy 190 centi vagy 192 centi a srác, ugye is, hogy nagyon vékony, hogy ő neki akkor el kell felejteni, hogy valaha lehet nagy darab, mert hogy ő milyen magas. Hát én itt vagyok rá tökéletes példa, hogy lehet nagy darab. Én 2 méter vagyok, kereken pont 200 centi, 155 kg körül vagyok, a karom az 51-52, tehát nincs lehetetlen. Nagy súlyjal kell edzeni, észszerűség keretein belül, vagy egy idő után már érzés keretein belül,
és szerintem nagy súlya ugyanúgy lehet egy magas csontozatra, egy nagy testre is építeni megfelelő izomtöveget. Tehát ilyen nincs, hogy én alacsony vagyok, és akkor izmos lehetek, magas vagyok, nem lehetek, tehát ilyen nincs. Mindenki lehet izmos, csak tudatosan kell neki edzeni, és tudni kell, hogy mit bír a szervezete, mit bír a genetikája. Idő. Tehát én is 10 éve csinálom. Ha tetszett a videó, sokat meg tudom, hogy nem fog tetszeni, meg tudom, hogy ezt fogják mondani, hogy értelmetlen, hülyeség, engem be kéne zárni, hátra vinni, agyon lőni, az ilyenek. Nem baj. Úgy gondolom, és nem nagy képűség, hogy az eredmények engem igazolnak. Tehát 50 pluszos a karom, erős a karom, versenyeken, ha valamit emelni kell, igazán karból, kézből feltenni, abban nagyon jó vagyok. Tehát én úgy gondolom, hogy nekem bevált, lehet másnak hülyeség, vagy értelmetlen, nekem bevált, én ezután is így fogom csinálni. Ha tetszett, vagy ha nem tetszett, akkor is osszátok meg, iratkozzatok fel, lájkoljátok. Még majd lehet, hogy csinálunk egy ugyanilyen felvételt, csak a tricepszel, mert azt is speciálisan edzem a tricepszet. Úgyhogy kövessetek minket, jelentkezünk el.